Harcászati bemutató a Mihály napi vásáron. Az egyesület tagjai a szomszédos faluból, Csőszről érkeztek, és a Kárpát-medencében egykoron használt küzdő technikával ismertették meg a település lakóit. Nem csak a honfoglalás kort jelenítjük meg, hanem mint ahogy a rendezvényünk is, a csőszi rendezvényünk is ezt demonstrálja, Árpád-házi, tehát az Árpádoknak a korát próbáljuk megeleveníteni. A Mihály napi vásáron színpadi produkciókat is láthattak az érdeklődők. Ugye gondolsz néha rám? Mások mellett fellépett a Soponyai Tábortűz énekesek csapata és a helyi asszonykórus is. Köszönjük szépen! Igazi hagyományos lángos is készült a focipálya melletti területen. Heinz Józsefné családjának ez a kedvence, ezért nem volt más lehetősége, mint a tésztának az elkészítése. Régi hagyományos lángos, só, víz, élesztő, ennyi, liszt. És meg kell süssük a tárcsán. A Mihály napi rendezvényen kézműves sportékek közül is válogathattak a településen élők. A vásáron kizárólag magyar termékeket árultak a résztvevők.